Nem úgy indult a szezon a nyíregyháziak számára, ahogyan azt szerették volna, a csapat 19 pontos vereséget szenvedett Bonyhádon. Arra persze számítani lehetett, hogy az átszervezett NB1B-ben nem várnak könnyű meccsek a kék cápákra, mivel az erősebb, piros csoportban a legutóbbi bajnokság keleti és nyugati élcsapatai szerepelnek. A hazai nyitányon a tavalyi döntős Veszprém lesz Siska János együttesének ellenfele. Ráadásul, mivel a vasárnapi vendégek az első fordulóban nem léptek pályára, meccsfelvétel sem áll a szakvezető és a játékosok rendelkezésére a felkészüléshez. Az viszont borítékolható, hogy egy jelentős játékerőt képviselő csapat érkezik a Continental Arénába. Ők nagyon erősek, bajnokságra is esélyesek. Ugye náluk van volt két átcsoportos játékos, a Költési Gergely, illetve a Hegedűs. Alsó poszton, illetve négyes poszton kintről is dobnak, bent is dolgoznak, erős felépítési játékosok, illetve van a Simon, aki nagyon jó irányító, Helmeci, aki szintén jó játékos, és még vannak a cserék is, akik nagyon jól összetetten játszanak, úgyhogy nagyon nehéz mérkőzésre számítunk. A nyíregyháziak dolgát tovább nehezíti, hogy a csapat irányítója a Bonyhádon kés forszerűtlen hiba után kiállított Bús Iván automatikus eltiltása miatt nem lehet ott a pályán, így a korábbinál nagyobb teher hárul majd a többi játékosra. Nekünk ez sajnos nagy teher, hogy Iván nem játszhat, hiszen rendkívül ponterős, és ő a játékunk szervezője irányítóként. Megpróbáljuk őt pótolni azzal, hogy többen is igen, átvesszük az ő vállalásait, illetve az ő terhét. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen gyorsítanunk kell a játékunkat, növelnünk kell azt a tempót, amit Bonyhádon produkáltunk, hiszen az lassúnak bizonyult, nagyobb ritmusba kell kezdenünk a mérkőzést és tartani ezt a ritmust, illetve úgy gondolom, hogy a védekezésünk adhatja meg azt az alapot, amivel megnyerhetjük a mérkőzést. A Nyíregyháza Blue Sharks Veszprém mérkőzés vasárnap 16 óra 30-kor kezdődik a Continental Arénában, a Kölcsey Televízió nézői pedig kedden 20 óra 25-től láthatják a találkozót. A forduló további párosítása a következő: Miskolc Nagykőrös, Győr MTK Török Bálint, tehetséges fiatalok Vásárhelyi Kosársuli, Bonyhád Békés, Budapesti Honvéd Oroszlány és Vasas PVSK.